Az ezredfordulót követően hanyatlott az állattenyésztés Magyarországon, majd 2011 óta egy közel 15%-os emelkedés mutatkozik sertés, szarvasmarha és juhtenyésztésben. A versenyképes mezőgazdaság érdekében a magyar kormány Európai Uniós forrásokkal kiegészülve összesen 150 milliárd forinttal támogatja az állattenyésztést a következő években. A fejlődéshez azonban szemléletváltásra is szükség van. Egy technológiai korszerűsítést szeretnénk, hiszen nem elég csak az, hogy meglegyenek az állatok, nyilván kellenek természetesen kiváló minőségű állatok, de egy olyan korszerű technológia és korszerű takarmányozás szükséges ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni, amivel versenyképesek tudunk lenni. Ehhez kapcsolódik szigorúan a GMO-mentes helyzetünk. Szeretnénk elérni azt, hogy Magyarországon a tej, hús, tojás, hal és méz az GMO-mentes lehessen. Ezt külön védjeggyel szeretnénk tanúsítani, hogy egy olyan piaci szegmens tudjunk megnyitni, nem csak Magyarországon, hanem Európa más piacain is, ahol a magyar gazdák termékei oda tudnak kerülni. Az újfehértói Molnár Farm már 40 éve működik, állat- és növénytermesztéssel egyaránt foglalkoznak. Közel 2 éve kezdték el fejleszteni nagyobb mértékben az állományt a 700 millió forintos beruházáshoz, 300 millió forintos támogatást nyertek. A fejlesztésre mindig szükség van, aki ebbe dolgozik, vagy ebbe él. A megvalósítás 3 sertési stálónak a felújítása korszerűsítés lett, 2 darab marhaistáló épült, egy termintároló épült, 2 darab silótároló, egy száraz takarmánytároló. Az átadáson Újfehértó polgármestere Nagy Sándor beszédében kiemelte, a város a megye 4. legnagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező települése, ezért is fontos, hogy a térség minél több támogatáshoz jusson. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról szólt, hogy ebben az évben a szélsőséges időjárás nem kedvezett a gazdaságban dolgozóknak. Az öntözési kultúrát a megyében fel kell fejleszteni, hogy az időjárás kitettségét csökkenteni tudjuk. Ugye a termés eredmények kukoricából, gabonából is igen gyengék a szárazság miatt, máskülönben pedig azt látom, hogy a technológiai fejlesztés is nagyon szükségeltetik, főleg az állattenyésztés tekintetében, úgyhogy a Molnár család az úttörő ilyen tekintetben, hogy a családi gazdaságok és meg tudnak újulni, hogyha van hozzá akarat, és van hozzá pénz. Arra biztatnám a gazdálkodóinkat, hogy most éljenek a lehetőségekkel. A fiatal gazdák kamatmentes hitelhez is juthatnak az állami támogatások mellett, azonban fontos, hogy vidéken maradjanak.